Kassovári Sándor, Csengeri Attila, Miller Zoltán, Isten hozott. Foglaljatok helyet. Tessék parancsolni. Aha! 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 Sándorom, nem könnyítesz ornátusodon, és nem... Nem, sajnos ezt nem tehetem meg, mert borzalmasan nézek alatta ki, úgyhogy... Hát még ami kilátszik, az se, ugye, az se túl vonzó. Az se túl vonzó. Jól gondolom-e azt, hogy ezt neked itt tulajdonképpen nem is szabad megmutatnod? Tehát igen, ezt tulajdonképpen igen, a színház kérte, vagy a jogtulajdonos, a jogtulajdonosok nagyon-nagyon erősen kikötötték ezt a szerződésben, hogy tévében és a színházon kívül Jézus, nem mutathatjuk meg. Látok, hát kérem tisztelettel. Nem látsz-e semmit, nem is sejted. A kollégák mit szóltak, amikor először így felbukkantak, mert hát ők nyilván látták. Én mindig azt mondtam, hogy vasaltam lemvásznat 3-as fokozaton, megcsörrent a telefon, és hát sajnos a vasalót kaptam fel. A technikája ennek a darabnak meglehetősen bonyolult. Volt-e már valamelyes malőr? Operaház teteje, jelenet, én ott, mint egy szobor ülök, hőszerelmesek jönnek fel egy csapóajtón a tetőre, és egyszer csak egy halk puffanást hallok. Tuff. Levágott emberi fej zuhant a színpadra, a tetőre. Na de ez miért lett meg, mikor közjegyző irodába lőnek Magyarországon, nem? Az utána történt. Ja, pardon, de ugye, hát nem, hát én már semmi nem lett. A párizsi opera teteje fölött nincs közjegyző iroda, tehát honnan kerül oda az a fej? Aha, logikus. És kiderült, hogy ez az előző jelenetben felakasztott zsinórmester feje. De és hülyeskedni még nem mertek, mi? Vagy azt nem is lesz, az a súlyos letorzók. Ők nem mernének. Na. Átírjuk a szöveget, tehát ezt te is gondolom, ugye van egy kettő ilyen. Rendszeresen vannak ilyen kis szövegátírások. Madame Giry elénekli a Fantomról, hogy a természet gonosz tréfája ő. Hát ez természetesen átírja az ember, hogy a természet gonosz répája ő. Aha. De nagyon jó táptalajt adott az átírásokra. Tehát itt az alkalom törbecsalni nem nehéz, az nálam úgy hangzik, hogy itt az alkalom körbe nyalni nem nehéz. És ezt így is énekled? Persze. Nem én éneklem, a Raúl énekli, a sajátomat nem fordíthatom ki, mert véletlenül beugrik és kész, függöny. A második felvonás első nagy jelenetében a kórus együtt énekli azt, hogy vörös szarv. Na most hát ugye a V-t azt nem lehet érteni, úgyhogy ez úgy hangzik, hogy jó, remélem már, vörös szar, és ezt így hallani kint, úgyhogy ezt mindig meghallgatom, mert ez az egyik nagy kedvencem. Kérlek szépen, valamennyien apák vagytok. Különböző gyermekekkel. Egyszeres. Ma van Zsanna lányom születésnapja, 2 éves. 2 éves. Mit is szól? Ami kérdezendő volnék, hogy ők látták-e a darabot, mert azért ez nem eppen gyerekdarab, de talán egyúttal érdekli, hogy az édesapjuk estelente mégis mivel múlatja az idő. Az enyém igen. Igen? Az enyém igen, ő mekkora? 7 éves. Hát az már, igen. Már egy 7 éves gyereknek is azért ez... Komoly, de ő nagyon színházi gyerek, tehát ő abszolút tisztában van ebben, a Nyomorultakat is, ha nem látta 20-szor, akkor egyszer sem, és mindig minden előadásra. Na jó, az egy más kérdés, csak ezt nekem nem merte elmondani, ugye. És most is eljött, mert őt nagyon érdekelte ez az arc, hogy ez milyen, hogy mennyire csúnya, és akkor bejött hozzám a sminkes szobába, mert azt mondta, hogy ő nem várja meg, amíg a darabban előjön ez az arc. Bejött és azt mondta, hogy hát elég csúnya vagy, mondta nekem így, mondtam, hát ez nagyon feldobott ez a kis dolog. Majd elkezdte nekem mondani, hogy most mondjam meg azonnal, hogy ez most leégett ez az arc, vagy ebben mi történt. És mondtam neki, hogy ez a darabból igazából nem derül ki, ez egy indiferens dolog. És mondta, hogy de ez derüljön ki, mert ő nem akarja, és én szóljak a rendező bácsinak, hogy ezt valahogy próbálj meg közölni a közönséggel, mert ő nem fogja azt hallgatni végig az előadás alatt, hogy vajon mitől van ez a torz arc, de mert ott fognak suttogni, és akkor jó, ő nem fogja hajani a darabot. Kérdezni. Sándor barátunkkal ellenben majdnem megesett, hogy te, hát hogy úgy mondjam, gyárilag átmehettél volna a Fantomba. Az már egy régebbi. Igen, ez egy olyan jó 10 évvel ezelőtt volt. Készültem egy TV felvételre, éppen a Fantomból kellett részletet előadni, és előtte egy héttel körülbelül az istálóban laktunk akkor még, és nagyon hideg téli nap volt, és bejöttem az egész napos kinti fagyoskodásból, levetkőztem a kicsit melegebb szobában gatyára, kinyitottam a kályhajtót, feleségem ott olvasgatott, tévézgetett, ó, mondom, hát itt csak parázs van, és elővettem egy ilyen kis spriccelőt, ami egy kicsit följavítja a lángot, hát ezt nem kellett volna, illetve a tüzet.
bespricceltem, és abban a pillanatban egy hatalmas láng, egy robbanás, tehát kiment a padlás, följáró minden, a hajam az így égnek állt, úgy néztem ki, mint a Bob Merli. Teljesen leégett az arcom, a karom és a lábam, mentünk, mindent megoldottunk, ilyen anyagokkal kezeltek, de egy hét múlva volt ez a felvétel, és az volt a szerencse, hogy pont a Phantomból kellett énekelni, hogyha például Jézust kell énekelnem, akkor le kell, hogy akkor mondjam. Egyszer, igen. De volt egy kis állarcom, azt fölraktam, és az tökéletesen eltakarta pont azt a részt. Akkor a Söder kedvéért, hogyha volnátok olyan kedvesek, egy hát kicsit sóízű kísérletre vállalkozni, de hát hogyha arra gondoltok, hogy a három tenor ledomborította a Karakalla termáiban az Ószó Lemiót, akkor talán titeket is megkérhetlek arra, és hát ezt nyugodtan nevezhetjük világpremiérnek, addélkül, hogy elvetnénk a súlykot, hogy most akkor szólaljon meg a három fantom együttesen, és aki minket zongorán kísér, Kocsák Tibor. És reklám következik, utána pedig egy, mondhatnám, újabb zenei csemegével fokozzuk a már-már fokozhatatlant, hiszen következik az Animal Cannibals és a Ladány Bene 27. Ne menjene sehova! Azonnal jön az esti sódára a harmadik résszel, itt az RTL Klubban. Jó estét kívánok! A Fővárosi Önkormányzat egészség.